Let's go baby to the party. Oké, megy. Ez egy szürreális év volt, én azt mondom nektek. Ez egy kurva jó kezdés, nem? Ahogy a megcsináltatod, így bejöttem. Ez egy szürreális év volt, hogy mondom nektek, letettem a seggemet. Eminem Ed Sheerannal csinál közös zenét. Mi itt vagyunk a stúdióban. I'm back bitches, én annyit mondanék. Megjött a puci, megjött a puci. Sziasztok, kutyuk, kutyuk. Szürreális ó. Visszajöttem túlságosan kipihenve a családi hepajból, nagyjából 35 emberrel találkoztam, akiket nem ismerek, mégis a rokonaim, úgyhogy kiderült, hogy népesebb a család, mint amire én számítottam. Na, karácsonyi emlékek, mire gondoltunk, így karácsonyi különkiadás nincs, mert faszki van, hogy mi arra gondoltunk a Bobival, hogy akkor fogunk különkiadást csinálni, amikor senki nem számít rá. Az mitől különkiadás, hogy tudod előre, hogy ünnep van, akkor jön a különkiadás. Majd egyszer február 13-án, lehet, hogy az pont Valentin nap, de nem akkor lesz különkiadás, hanem március 15-án, az szintén egy ünnepnap, hanem akkor április 23-án lesz egy különkiadás, és számíthattok rá, hogy nagyon adni fogja a legjobb különkiadás ezt a világon. Láttam dolgokat az interneten, nem? Semmi nincs most. Az előző 1-2 hét az különkiadás hét volt. Láttam kihívásokat az interneten, rengeteg kihívást. Nagyjából az egész 2017-es év a kihívásokról szól. És le kell szögezni, hogy van amelyiknek van értelme. Itt alapjáraton azzal van a probléma, hogy folyamatosan a külföldieket majmoljuk mindenféle kihívásban. Egy hétig utánoztam Ariana Grande Instagramját, hú, mekkora kihívás, hogy megcsatoljon a hú, apukám megmutatta, milyen, amikor nagylányjá válok. Kihívások a YouTube-on vannak, rengeteg. Nagyjából azzal egy vonalban, nagyjából párhuzamban lehet tenni ezeket a kihívás videókat a kreativitás teljesen hanyagolásával, teljes elvesztésével. Nem mondjuk, hogy mindegyik külföldi kihívás rossz, mert vannak jók. Viszont akkor itt térjünk rá arra, hogy forradalmasítjuk a dolgokat, mint Szecsó az új betéletedünk műsorával a YouTube-ot. Dobálozok ezekkel a metaforákkal, meg hasonlatokkal, nagyon jó vagyok. Én túlzásnak hívnám. Én szarnak. Kitaláltuk, hogy mi nem kihívásnak fogjuk hívni a kihívásokat, mert ha belegondolunk, akkor egy gazdálkodj, hogy okosan partit sem hívtatok vasárnap este kihívásnak a családdal, hogy gyertek, csináljuk meg ezt az új, legyen ön is milliómos kihívás, vagy operációs játék kihívás, nem, bazd meg. Ne kerülgessük a forrókását, én azt mondom, vágjunk bele a lecsóba, hívjuk innentől a kihívásokat játékoknak. Mert semmi más, csak játékok. Nem kihívások. Ezek játékok, vetélkedők, hogy mondják ki, mit tudom én, fordítva egy mondatot, vagy próbálj meg nem nevetni, ezek nem kihívás, ez csak játék. Egy olyan játék, mint amikor üvegezte. És a végén meg már egy kicsit elmentek egy erotikusabb irányba általában. Arra gondoltunk, hogy ezt az évet már lezárnánk egy kicsit lájkiban. Nem mennénk bele olyan témákba, mint a Szabi Estes, a Dazisos, vagy nem kezdenénk bele újabb tényfeltáró kis videókba, meg reakciókba, hanem játszunk egy nagyot. Az életek, játék, pozitivitás, valaki évvégi különkiadás. Évvégi különkiadás. Játszunk egyet. Nálunk az a különkiadás, ami másoknál mindennapos. Most is egy ilyet csinálunk, Bobit megkérném, hogy... És ladies and gentlemen, a szülőti show szekundum házigazdája, egyben vágója mindenese, mondani polihisztora, és közben meg profié kocsolyázó is, és műjégtáncos, hogyha van olyan, striptease táncos, és Bobek Fett! Oh. Annyira jó! A 25. estét, ez egy utalás. 25. estét tudod, hol töltöttem? Autóban ülve. Csacsa Attilával? Én azt hittem arra utalsz. Az, de nem, az én eladásom. Ismertessük. Ja igen, nem mondtuk, most megcsak egy kihív. Ja igen, megcsinálunk egy kihív. Játékot. Mi nem kötjük az ebet a karóhoz, mondhatni, ugyanis... Még nem vettük meg a patronos mikrofont, meg az támogatásokból, de lesz. Ünnepek vannak. Igen, nem tudom, nem, sokat zabáltunk. Szex, szerelem. Szex, házasság, halál.
Várj, ezt kezdjük még egyszer. Nem tudunk egyszer normális videót csinálni. Szerintem mostantól sima, átlag vlog videósok vagyunk. Úristen, most jó. Akkor egyszerre kell köszönni. Oké, várj, kezdjük el. És akkor jön az első játék videónk. És ez nem paródia lesz. Mármint, hogy de, nem tudom. Ez külön, ez csak úgy van. Csak gyere. Én a képet nézem, nincs fele. Jó, oké. Na, akkor egyszerre köszönjük. 3, 2, sziasztok. Sziasztok. Ez a szex, házasság, halál. 2, 1. Sziasztok! Mi vagyunk a Skacceriánusok. Nem egyedül csinálom meg ezt a kihívást. Nem bizony. Itt van velem Marci. Sziasztok! Én sem egyedül vagyok, ugyanis itt van velem Bobby. Iratkozzatok fel a csatornára! Csak viccelünk, hogy előre elmondjuk, de ezért kurvára iratkozom, és kitesszük a linket is mindenhova. A játék lényege, az, hogy mondunk egymásnak Marcival 3 lányt, nőt, és el kell dönteni, hogy kivel lépne házasságba, kivel csak egy éjszakás kalandba. Egy kis huncika, egy huncut. És ki az, akit eltávolítana a listából, akit így ledegradál, vagy így kizár, diszkreditál. De arra gondoltam, hogy nekünk lehetne az a kihívás neve, hogy szex, házasság, prács! Igen, mert a prács! Akkor this is the end, game over, nincsen több életed. A prács jön, akkor te mész. Akkor vége. Akkor ennyi volt a játék, nem? Vagy prács! Igen. Na ne prács, na jó, takarodjál. Most takarodjál ki. A prácsot nem mondhatja mindenki, főleg nem ilyen kicsi nyuszik, mint te. Szóval, hogy a megbeszél, nem, én találtam ki, hogy akinek így a nevét mondjuk, az jelentkezzen nálunk, mert ezt komolyan gondoljuk. Komolyan gondoljuk, és szeretnénk lefeküdni azokkal, akiket beleválogattuk. Szóval szex, mi a lényeg a kihívásnak? Nem mondtuk el, ja de? Igen, azt hittem valami más lényeg is. Nem, ennyi. Írjatok, megtaláltok Facebookon, Messengeren egy emojit küldjetek, és akkor mi vesszük a jelet. Emoji. Csével. Az első... Nem bokret adnád, nem bok. És nem a partnercégünk sem közös. És nem a partnercégünk mondta, hogy nekem csináljuk meg ezt a kihívást, mert sok nézettsége lenne. Kitalált az első, csak kitalált személyek. Benne van Annie a Rick and Morty-ból, Wonder Woman a Wonder Woman-ből, és a Porba regényből mi a válasz? Meg nálam a házasság az a Wonder Woman. Igen? Kemény csaj, feminista. Aha, ő lenne a főnök otthon. Igen, viszont mennyi mindent tudhat? Amit a többi nem tudna nekem megadni. Figyelj, az a baj, hogy a pogyvaregényben túladagolja magát. Tehát ez lehet, hogy nem először történt meg vele. Én azt mondom, hogy aha, viszont ott van a férje a pogyvaregényben. De itt nincs férje. Itt, ha te válszol, nincs ott a válaszol, nincs ott a válaszol. Jó, akkor... Viszont én azt mondom, hogy ő szexbe azért... Nem, várj, vissza. Ez egy pillanatpucika, meleg, hogy nem vagyok, nem. Igen. Visszacsinálom, a ponyvaregényes csaj lenne a házasság, aha, mert ő alapból a filmben is házasságban él, és azt tudhatjuk meg, hogy nem egy rossz feleség. Mindenki azt mondja, nyilván akkor nem egy rossz feleség, közben meg kurva jó szóval. Tehát szerintem többször is leszok. Ez napi szinten leszoknám. Én a Rick és Morty csajt iktatnám ki, mert nem tudom, nekem az a hentai meg ilyenek nem nagyon ember. Nem tudok annyira azonosulni az animációs szereplőkkel. Úgyhogy én őt kiiktatnám érzelemmentesen. Pont ki? Pratyolnám. Hashtag pratty. Hát, jó. Pratty! És akkor a Wonder Woman egy szex erején. Mert azért ez kemény lehet. Tehát mi van akkor, hogyha vaspinája van? Ott van-e vége a dolgoknak? Igen. Ki lehet egyáltalán elégíteni? Vagy lehet, hogy egyszer csak tühébe így rátámad, hogy most megvalósítja, hogy letépi a farkamat. Vagy mi van akkor, hogy azt hiszi, hogy csak lovagolja a farkamat, de közben már régen törte. Már a belemben van benne. Itt lesz átfedés a kettő között, nem tudom, miért jutott nekem is eszembe, viszont teljesen más a koncepció. Mi a koncepció? Na nézzük, az első nálam csak egy bemelegítő kör. Polda. Igen. Polda az Annak pisancsából. Igen. Nem tudom, hogy valakinek ismerőse, tudod, ott volt a Molnár Krisztiános. Igen. Jennifer Lawrence. Igen. És a Wonder Woman. Hát te egyből bekezdtél. Hát én mert, de nekem ennél csak durvábbak jönnek. Paula, Jennifer Lawrence és Wonder Woman. A Pratt ezt könnyű előni, és el is mondom miért. A Prattyot nem más kapja, mint Jennifer Lawrence.
Még úgy is, hogy kikerültek a mesztelen képei? Nem, hogy úgy is, pont ezért. Na, ott már láttam mindent. Nem, vizuálisan kielégítettem. De én még jobban megkívántam a képek után. Hát az biztos, hogy nem kéne ezt. Nem egyszer élvezkedtem Jennifer Lawrence képeire. Tényleg, a Jennifer Lawrence jó lenne, mint házasság, mert vele tényleg szabadon lehetne élni, és úgy amúgy vadul, de mégis azt mondom, hogy őt már vizuálisan láttam, az nekem egy kicsit kikapcsolta a fejembe. Olyan házasság, én annyira nem, őt inkább maradna csak így a kis kalandozás. Kiskorú egy kicsit. Végre hány éves? Prátyolt. Nem tudom. Szerinted elmúlt 18, én nem tudom. Nem. Igazából leszorom. Gal Gadot, milyen nő? Hát kész élet nő lenne mellette, nem, egy papucs lennél. Nem tudsz olyan csinálni, ami elég jó nélkül. Gal Gadot, én papucs lennék. De lennél papucs? Na, az a csaj, akinél lennél papucs. Ő a világ leggyönyörűbb. Ha kimondod azt, hogy élet nő, megjelenik a Gal Gadot előtted. Második kör. Nagyon klisé. Barbie. Mindenhol ott van Barbie. A Paloma, aki ugye már segített a trailerbe, ami a Spáltozás című filmben, és a Kovács Dóri. Ugye, aki ott volt a RTL-ben. Én is emlékszem. Szóval Kocka Paloma, Kovács Dóra, Palvin Barbie. Igen. Na nézzük akkor. Melyik a rosszabb a Palománál, hogyha prátyolom, vagy hogyha megdugom? Én azt mondom, hogy nekem, mert nem az esetem, Kovács Dóri Prács. Erős, de tény. Erős, én így van. Amúgy én megértelek, ezzel tudom. Nem tudom, fia, van férje, azt tudom. Tudom, hogy most... Van férje. Olyan szakmája van, amit így nem feltétlen preferálok. Nem biztos... DJ és a műsorvezetés? DJ. Szóri a DJ, persze, hagyjuk már, én meg szakszofonoztam. Na jó, nálam a Paloma a BOM SAKALAKA! Tehát őt meg nem tudom, ő is fiatal a házassághoz még. Viszont ettől függetlenül ne, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ne köntörfalazzunk, én azt mondom, megbuknám. Ha lenne rá lehetőségem, és itt most üzenek a barátjának is, hogy ez nem egy... Ez csak egy kihív, játék. Ez csak egy játék, tehát ezt így gondolom alapból, hogyha lenne rá lehetőségem, akkor nem vetném el, nem vetném meg az ötletet. Minél jobban mondod, annál kell lehetetem, de szerintem. És hát valami összeházasodik. Igen, mert ő egyre... Azt mondtam, hogy élőben nem annyira eszes. Igen, és ezt hallottam. Hallottam emberektől, de nem kell nekem, hogy az legyen. Ne legyen. De én szerintem ő lenne a főnök. Ő is azt szeretné. Én szerintem leszarnám. Meg nem lenne rossz, hogy mindenkinek mutogatja magát? Idegen emberek ott alapozódzák le a nem, fogsiát. Az lenne, hogy mi bikini vonal ilyenek. Valami barbi olyan házasságom lenne, ahol mind a ketten megcsökk egymást folyamatosan, de nem érdekel senkit. Mert mindig hazamegyünk egymáshoz és boldogok vagyunk. Na, meg így igazából nem érdeklődünk a másik élete iránt, úgy én azért nem akarok róla tudni, mert tudom, hogy mindenki folyamatosan nézi, ezért próbálom ignorálni, de meg csak alapból lesz arra, hogy én mit csinálok. Micsoda házasság! Találcsoport, készülj föl! Na! Panni az Ina és Panniból, Kovács Dóri a Kovács Dóriból, a reggeliből, nem tudom mondani, és most figyelj a harmadikat, be fog szarni. Ez is itt a találcsoport, Sildili. Valaki megszívja, de hogyha nem Ildirit pratyolod, akkor összeházasodnál vele? Azt mondtad, hogy Panni. Ő nem a Panni. Ja, Rina! Olyan dilemmában voltam, hogy melyik. Azt hittem, a másik az Ina. Panni, Kovács, Dóri, Dóra, én Dórizom. És most is pratyoltam már, de nem vagyok olyan jobban. Viszont én dobálom a pratyokat, Gert. Igen, de Ildiri. Meg az már kicsit overnév, nem? Az már de most krené, nem? Azok után, amikkel együtt keresztül mentünk, prátyolnál Ildirit. Igen, az a baj, hogy lelkiismeret. Ezért tettem bele, hogy kicsit lelkileg zsarolja. Tudod, hogy a lelkem az ilyen szempontból milyen. Mert tudom, hogy van kötődésünk hozzá. Igen. Ez nehéz döntés lesz, igen. A show miatt megkúrjam Ildirit? De csak a show miatt? Na, hogy ez így a kérdés?
Gondoltam, hogy ez a kérdés felteszed valaha, ki jön a szádon, ilyen mondasz, a show miatt megkúrja, Vildi, mi? Azt mondja, anyám vibrátor el van mostan fogad, ehhez képest semmi. A show miatt megkúrja, mi ez a kihívás? A lényeg az, hogy akármennyire is Ildi ide harmadik nagymamaként gondolni, szóval egy enyhe práttyal töröljük ki. Nem tudtál bevezetni, sajnos. Azért próbáltak meggyőzni, hogy ne práttyoldik. Innentől könnyű szóval a dolog. A Kovács Dúli egy remek kaland lenne, szerintem egy életre egy szóló élmény. Üzenet. Igen. Szerkesztőknek. És hát Panni. Aki Dina. Hát, de kicsi, hát a Panni, hát ő a nagy ház, fehér kerítés, fehér fátyol, egy-két gyerek, sok érzelem, élet, örök élet, sok alkotás lenne, Panni a fejt. Művészetnek alkotnánk, csak annak, youtuberek, lányok, de izgi, Maris. Itt van velünk, Falu Anna. Viszkop Ruzsi és a Molnár Emma. Bazd meg! Jó, nekem, én megvan, meg vagyok. Ez nekem azt hittem nehezebb, de ez de kurvára nem, mert tudom. Falu Anna, szerintem nem jó az ágyban. Nem tudom, nem tapasztalat, én úgy érzem videói alapján, van, hogy el tudjuk, igen, el tudja az emberi dönteni. Nekem az, úgyhogy nálam Falu Anna a práty. Viszkop Ruzsival kapcsolatban az az érzésem, hogy túl jó lenne hozzám. Úgyhogy nem lenne szívem összeállásulni velem. Mert az lenne az érzésem, hogy megállapodik. Tehát, hogy csak neki ez jó, oké, elfogadja a tényt, hogy együtt vagyunk, de amúgy... De ő szerinted nézzek, most például államvizsgája van, diplomája, túl jó hozzám egyszerűen. Leszorom, ha megállapodna velem Viszkop Ruzsi, hogy lenne a házasság. Mégis? Aha. Falu Anna praty. És akkor az Emma. Molnár Emma a egy éjszaka, egy szex. De hozzáteszem Emma. Én össze is jönnék veled, hogy olyan lenne. Nekem nem jött éppen feladatban, de én mind a kettőben, tehát benne vagyunk. Sanyi, te először jönni a Molnár Emmával? Miért te kussolsz? Én is! Ja, fasz, te aszexuális vagy. Molnár Emma azért nem házasság, mert a fiatal korában, de még nem érett meg egy házasságra. Viszont egy szexuális kalandra már befort. Befort a feje lágya. És kinyílt a... Menjünk. Jön a cringe-em. Ez egy nagyon cringe faktor lesz. Három olyan cringe embert választottam össze, akivel legszívesebben semmit nem csinálnám, mert mind a hármat praktyolnál. Mehet? Uno, Ora Vec Nora. A második, elfelejtettem azt a nevet. Aztattuk, nem trollkodunk. De ez most ez egy nagyon troll csoport. Szóval Ora Vec Nora, a második, elfelejtettem a nevét, a legújabb Star Wars-ból, az a kínai csaj, és Tóth Gabi. Az eszkimós, hogy tudod, az új Star Wars-ból geci idegesítő. A Tóth Gabit azt feldöntöttem. Na, mondjad. Hát ott azért lenne elő és lelkesedés. Azért tettem bele, mert múltkor ment a Megasztár 2 a Zenematik nevű TV csatornán, és pont láttam, 17 éves volt, amikor ott a Megasztár 2-ben volt. És nagyon beszartam rajta, hogy ilyen fiatal volt. Na mindegy, a lényeg, hogy hát ő vele eltöltenék egy éjszakát. Szerintem, nem is rendben. Én Tóth Gabival egy éjszakát eltöltenek nagyon szívesen egy börtöncellába ennél. Miért választom a Star Wars-os csajt házasságra? Igen. Hát, ha el tudnánk intézni, hogy apuka is bekerüljön a Star Wars-os. Ha te a Star Wars van. Igen, de gondolod, hogy egy életet le kéne vele élni. Nóra? Hát, bármikor megismerkedhetünk. De várjál. Várjál, nem, a Nóra a práty. Így van, azért mondom, hogy most práty. De alapból. De bármikor meg is. De az Ora Vec Nórának mondanánk, hogy a práty olyan, mint az élet, mert néha el kell fogadni. De még okozhat meglepetéseket. Még meglepetéseket, és ne keresd, hanem ő fog megtalálni. Ennyit üzennénk. Mindenki álljon otthon is, várja, hogy megtalálja. De hogyha te se keresed, meg ő se, akkor ki fogja megtalálni? Ugye ez itt a kérdés. Ora Vec Nóra. Az élet nehéz, de egy elefánt nehezebb. Nagy Márton Coelho 2017. Még 2017, még 2017. Feltennék egy bónusz kérdést. Hogyha az eddig elhangzottakból választanod kéne egyet, igen, akivel szex, és egyet, aki házasság, kit választanál? Paloma és Molnár Emma. És melyikkel? Melyiket? Palomával házasság, Molnár Emmával szex. Egy. Én nagy te, össznépi, egy össznépi választás.
A Gal Gadottal szex és a Pandival házasság. És akkor most mi lesz Rankinnak, hogy szia Marci, hallottam, amit mondtál rólam videóban? Várjuk! Rámiram, Piszkop Frucs, meg ilyenek. Szóval most mi van? Most ilyenkor mi van? Sziasztok! Megcsináltunk egy játékot. Szex, házasság, praty. Hello! Hiányozni fogsz, te meg... Leütöttél, akkor baszd meg! Írjátok le nekünk kommentben, most kurvára figyeljetek, mert nagyon sokszor el kell mondani. Írjátok le nekünk kommentbe, hogy... Amúgy ezt hallatszódni. Mi volt alapból a kedvenc jelenetetek? Írjátok le nekünk kommentbe, hogy melyik volt a kedvenc jelenetetek. Mi a fasz? Beragadt? Valamiért, ez nekünk kelleni fog egy projekthez, úgyhogy kommenteljétek a kedvenc jelenetetek. Mi a geci? Kommenteljétek a kedvenc jeleneteteket. Kedvenc jeleneteiteket. És ezek között tök jó lesz. Kelleni fog valamire. És akkor summa summarum. Mit mondja? A Schlusspoén. Elmarad!